Nem csak az emberi szervezetet viselik meg a gyakori és hirtelen időjárás változások és a frontok, hanem az állatokat is. A lovak például kiváló időjárás előrejelzők, általában két nappal egy front érkezés előtt már nyugtalanok, ugrálnak, és természetesen ugye rugdalóznak is. Azt, hogy a tavasz még nem érkezett meg, az is jelzi, hogy nem dobták le a téli szőrüket. Amikor ezt megteszik, akkor két napra rá már tudni fogjuk, hogy megjön az igazi tavaszi meleg, és az tartós is fog maradni. Erre azonban még várni kell. Barátságtalan idő köszönthet be a hétvégén, a kezdeti esőt egyre több felé válthatja fel havazás, de ónos eső, fagyott eső is eshet. A szél sok felé megélénkül, vasárnap délután a legtöbb helyen fagypont alatt marad a hőmérséklet. A hideg télies idő a jövő hét folyamán is kitarthat, hajnalonként mínusz 5, mínusz 8 fok is lehet, az emberek ezt nehezen viselik el. A 82 éveseknek, azoknak már ez most nagyon nehéz, mert egyszer ilyen, egyszer olyan, de azért valahogy túléljük mindezt. Nem adjuk föl. Én voltam egy kicsit úgy beteges is, és akkor az egészségre nagyon hat. Nem a legjobb. Mi az, amit ilyenkor érez? Hát most már ízületi fájdalmak ilyen-olyan, akkor szívvel is volt egy kis baj. Az már most biztos, hogy a március elejé kemény fagyok miatt helyenként akár 80%-os terméskiesés is várható a sárga barack fákon, de őszi barackból is sokkal kevesebb lehet. A napokban érkező éjszakai mínuszok várhatóan még inkább rontanak a helyzeten. Félünk, mert ez egy kicsit is még elviszi, ami maradt, ha maradt. A barackfákon sok a fekete elfagyott hajtás, a most még egészséges zöldeket pedig a hétvégi fagyok fenyegetik. A földi eperpalánták egyelőre jól tűrik a szélsőséges időt, ha keményebb fagy lesz, lefóliázza őket a gazda. Az almatermelők még nincsenek kétségbeesve, a körtefák egy része ugyan megsínyli majd a beígért fagyokat, az almafákat azonban nem érheti kár, sőt a kisebb fagy jól is jöhet. Az almafákban még mindig nem indult meg a vegetáció teljes mértékben. Ez azt jelenti, hogy ez még mindig lehet, hogy csak jót tesz nekünk, mert a virágzás később fog beindulni. A hétvégén érkező hideg front a legegészségesebb embereket is megviselheti, és számos panaszt okozhat. Mozgásszervi tünetek, reuma erőteljesebben való megjelenése, asztmás rohamoknak a netán való előfordulása, vagy gyakoribbá válása, szív, és érrendszeri megbetegedéseknek a gyakori előfordulása, tehát mellkastályi fájdalom, szúrófájdalom, sajnos szaporodik az infarktusok száma is. És ilyenkor nő meg jelentősen a koraszülések száma is.